Nem most szopadsz? Úgy, jó. Megye ez, jó. Szóval Earl Street Massacre. Az Earl utcai mészállás, az utolsó játékunk. Morning Research Progress. Are you sure you want to start a new game this section? Igen. Mi történt az Earl utcában? Még nem hiszem el, hogy itthon vagyok. Ezek a srácok a legrosszabbak. Az összes munkát rám hagyták. Komolyan azt hittem, hogy ott kell aludjak. Munkahelyen. Tök mindegy, nagyon fáradt vagyok. Azt hiszem elmegyek zuhanyozni, és később nézek egy filmet. Tényleg ez a fehér. Ez a fehér keret, amit szerintem talán a streambe. A streamben nem láttok. Tényleg nem ez a... Nem ez a csávó csinálta azt a... A Trees Holding Heaven játékot? Jó játék az, ahol... Ki tudom zárni magam. Minden teljesen a helyén. Ja, zuhanyozni. Nyitott ablaknál, fáradt vagyok. Tényleg nem hagytak pihenni az, ez nap. Ruháim is. Csúrom, koszosak. Be kell dobni előbb a mosógépbe. Pucér party. Na. Nem nézhetek hátra. Kíváncsi, hogy hol van annak. Marton kéne legyen. Lehet, hogy késik a busza. Felhívott, nem? A zuhany alatt, mert ne. Kezdek éhes lenni. Semmit nem ettem reggeli óta. Talán van egy kis maradék a hűtőben. Végre. Alig várom, hogy bezuhans csak a kanapéra. A pince. Nincs ott áram. Túl veszélyes lemenni a sötétben. Túl veszélyes, ez az egy házam. Most nem mehetek le. Fenn kell maradjak. Nem megyek oda le. Jobb dolgom is van. Túl sötét van. Inkább fönnmaradok. De azt mondja, túl veszélyes. A saját házamban nem veszélyes. A saját házamban azt verem nyakon, aki csak akarok. Aki ott van lenne. Ha már veszélyesről beszélünk, húzd el a fönket, te barom! Meg ilyenek. Nem azt mondtad, hogy Annát fel kéne hívni? Amúgy. Hálószoba? Van-e valahol telefon? Nincs nekem nyomorultnak egy vonalasa vagy valami. Jó, akkor már a kanapé.
Ja, itt voltunk, igen. Mintha lenne ott egy pofa, ami csak a lámpa. Jó. Aha. Mi az objektívem? Ja, hűtő. Együnk valamit. Kés legyen nálad. Tárgyalni. Ó, a kedves műsorom. Tárgyalna még nincs itthon. Not Girl Wild. Legalább körbe tudok közben nézni. Ki az ajtó előtt? Ki lehet az ilyen későn? Titta. És úgy néz ki ez a nappali, mintha itt lenne a bejárati ajtó. Francba, hülye gyerekek dingdongolnak. Be az órában. Miért keltem fel? Ó, mi a pokol? Szórakozol velem. A mosógép levágta a biztosítékot megint. Francba, sötét van. Flashlightom, világítom, hogy hívják. Zseblámpám a konyhában. De mert még mindig működik a... Battery. És vinnék a helyedben. In the kitchen, te barom! Tányérom! Miért a konyhában van? A zseblámpát, te szerencsétlen! Ezek én mindent. Rohadtul nem a konyhában volt, te barom! Itt kéne legyen. Beszarás, baszki. Miért tudom megmondani a helyét, hogy hol van? Konyhába, konyhába, faszt! Nincs a zseblámpa, te szerencsétlen!
Imádom az ilyen játékokat, amikor szándékosan félrevezetnek. A konyhában van a flashlight. Nincs konyhában, bazd meg, flashlight a szerencsétlen barom. De mit kéne tenni közvetlenül a pince mellé, vagy valami? Konyhában, bazd meg. Asztalra tetted, vagy valami? Miért a fiókban? Jó van. Hát itt vagy. Nézzük, hogy működsz-e. Utálok lemenni abba a hülye pincébe. Mindig ijesztő. De még milyen ijesztő. Ne gyere papához. Gyilkos uraság! És miért van itt ennyi szélszar? Jézusom, Anna! Ne! Ezt nem történt meg! Halott! Segítséget kell szereznem most! És nem vennéd fel, mi? Így is fogsz meghalni. Na. Befelé nyílik legalább össze, szóval a gyilkost is. Mi a? Franzba. Mi a pokol van itt? Nem maradhatok itt? El kell bújnom valahova. Bassza meg. Hova bújjak? Asztal alá. Nyikén, ha valaki betörne tényleg, én úgy lennék, hogy... Figyelj csak! Téged a konyha késnyi a magat? És rámennék a sötétben. Hogy ez ne bassza már, meg én lakok itt, nem te. Arra a életbe is. Tudom, mi már a lépés. Én vagyok a mazak kileszedett, mind a kettőd. Kuki! Igen, átmennék az asztal másik felére, és ráborítanám az egészet, hogy sarokba szorítsam, vagy valami. Itt az esélyem. Ki kell futnom? Te akkor nem tudok futni? Gyerünk, nyílj ki! Bassza meg! Ne, ó, nyílj ki, te barom, nyílj ki! Ó, hogy csesznél meg! Boha! Mi van, öreg? Megspártát a lalak? Mi? Így múlik el a világ dicsősége. És kirabadt a házamból. Ezt a szégyent. Nem finom a lábad. Thank you for playing. This is the first game I ever made. So it might have been a bit janky. Well,
nem bortoztam, hogy... Ja, hogy... A konyhában azt gondolom, hogy valamelyik polcon nem az, hogy ki lehet nyitni, nyitogatni a fiókokat. Jó kis hangulatos játék volt. Úgy ez... És magyar készítette, na. Gigi hozzá, és nem is gondoltam, hogy... De te akkor azt... Megnézem, hogy... Earth Street Massacre. Egy pillanat. It is me, Simon. Készítette. Ja, tényleg ez az egyetlen játék, amit csinált, azt gondoltam, hogy ő csinálta azt az erdős lelkes akármis másik horror játékot. De egész jó volt. Első játéknak nagyon megtette, és egész magasra került a leggyakrabban játszottak közé az Itch.io horror top listán. Jó kis kellemes hangulatos játék, csak itt tovább. Confirm. Ja, főleg, hogy sok játéktervező elfelejti. Tehát ilyen menüt is csinálni, beállításokat megcsinálni, de ez mind toppon volt. Na, foglaljuk össze, hogy mik is voltak ebben a mai három hétfői horrorban. Hát azon kívül, hogy ugye a Tape Red Light nem volt hajlandó elindulni. De talán még tesztelgetem szabadidőmben. Terror Rental House-t ki is hagytam. Igen, a Forest Ranger az nagyon jó volt, tényleg a teljes játékot már várom belőle. Igen, az egyikből jött, elég fura volt, de... Kezelhető, és meg volt a másik ending is. Ez pedig egy klasszikus slasher az áldozat szempontjából. És ennyi is lett volna ez a mai három hétfői horror. Legközelebb ugye jövő héten hétfő este 8-tól. És addig is. Vigyázzatok, hogyha az erdőt járjátok, mert... Ha lejönne valami az égből... Lehet, hogy a házatokba találja magát. Egy késsel a kezében a hátatokban. Na, szevasztok!